Két évvel ezelőtt, mikor ide jött, illetve most már két és fél évvel ezelőtt ugyanez a csapat játszott, és kiesés ellen küzdöttünk, és föl tudta rázni ezt a csapatot abból a úgy mondjam testpettségből, álló vízből, amiben voltunk. Mint a pályán, mint pedig a pályán kívül megköveti a fegyelmet, de ugyanakkor próbálja, mint baráti kapcsolatot is kialakítani a játékosok között. Nagyon sokszor van, úgyhogy közösen megbeszélünk egy-két dolgot, de döntő szó azért ez övé. Ritka az olyan edző, aki a játékosokból ki tudja hozni a maximumot, és azt hiszem ezek közé, az edzők közé tartozik. Nekem van összehasonlítási alapom, hiszen előtte nagyon sok edzővel dolgoztam, hát alapvetően a mérkőzésre való felkészítés, ami teljesen új, tehát a frissesség, ami egész évben biztosította az edzés munkája által. Azt hiszem, hogy én sok edző keze alatt voltam, de ilyen jó barát és hát mindenben segítő vezetőedzővel még nem dolgoztam. Igazi barát a pályán kívül, öröm vele dolgozni. Mikor jutott eszedbe, hogy edző leszel? Hány éves voltál? Hát azt hiszem 27 éves voltam. A Budafognak a játékosa voltam akkor, és volt egy kisebb sérülésem, és valahogy beugrott, hogy aztán most hogyan tovább, hogyha befejezem ezt a pályát, a labdarúgó pályát, és hát akkor jött tulajdonképpen ez az ötlet, ugye, mert tulajdonképpen nem értek semmi máshoz, csak a futballhoz, és hát ez szülte azt a gondolatot, hogy hát jelentkezzek az edzőképzésben, és hát ugye ehhez az kellett, hogy másfél év alatt le kellett érettségiznem, de magánúton, és aztán végigjártam ezt a szamárlétrát, ezt a buta szamárlétrát, ami akkor azért volt buta, mert olyan megkötöttségei voltak, hogy ezt el kellett végezni az egyéves segédedzőit, utána a két éves középfokú edzőit, azzal a két éves gyakorlat, és akkor utána mehettem felvételére a főiskolára. Most ezt mind végig bumlisztam, és hát tulajdonképpen 78-ban aztán sikerült befejeznem az iskolát. Nagyon hamar befutottál az élvonalban, hiszen egy rövid idő után egy nagy lehetőséget kaptál Győrben. Hogy hívtak téged ide? Mit mondtak, mit ígértek? Hát Győrbe úgy kerültem tulajdonképpen, hogy ha ugye ezek az információk pontosak, ezek soha nem pontosak egyébként, amit én hallottam, hogy a Horváth Béla, aki jelenlegi technikai vezetőnk, ő ajánlott ugye itt az Egyesület elnökségének. A lényeg az, hogy aztán megkerestek, és hát tulajdonképpen kölcsönösen jó ajánlatokat tettünk egymásnak, és megegyeztünk. Az embernek az az érzése, hogy a véletlen az edző kiválasztásában a magyar labdarúgásban elég nagy szerepet játszik. Mint általában az életben mindenhol, a szerencse az egy óriási dolog az embernek a pályáján, merre viszi. Na most én azt tartom, hogy aki viszont megkapja a lehetőséget, az egy nagyon szerencsés ember, aztán már rajta múlik, hogy hogy tud vele élni. Hát én úgy érzem azért, hogy nyakor ragadtam ezt a lehetőséget. Rólad az a mendemondai helye, hogy te nagyon anyagias vagy. Egyrészt magadnak mindent megkövetelsz, vagy próbálsz magadnak mindent megszerezni, másrészt a játékosoknak. Hát én az utóbbival kezdeném, mert ez igaz. Alapvetően a döntéseimet, tehát egy szerződés kötéskor elsősorban nem az dönti el, hogy mennyi pénzt adnak, hogy milyen a lehetőség, hanem az utóbbi, amit mondtál, hogy a játékosaimnak milyen lehetőségük van arra, hogyha teljesítenek, akkor tudjanak keresni. Na most a játékosok szempontjából ez egy jó dolog, hogy van valaki, aki juttat nekik, de gondolom ezért követelsz is. Nem keveset, mint ahogy a példa mutatja. Hát nagyon érdekes ez a dolog, mert ha a videóhoz megyek vissza, ugye akkor az első évben és a második évben is lényegében egy teljesen úgymond szabályszerű feltételek mellett dolgoztunk, és hát az első évben azt hiszem talán az egyetlen motiváció az volt, hogy egyrészt a videóton is a béka segélyben volt, ugye mert a 9. vagy 10. helyen volt, de nem is a helyezés szempontjából volt nagyon lent, hanem szakmailag és morálisan is nagyon komoly problémák voltak. És az még egy idősebb generáció volt, a Kovács Józsi, Fejes Gabi, Szalmásiék, nagy kettő,
és hát ők meg akarták még mutatni. És tulajdonképpen itt találkoztunk mi, én tudtam motiválni erről az oldalról a játékosokat, hogy én adtam magamat, adtam egy új dolgot, amit ők pillanatok alatt elfogadtak, és hát ugye a körülményekhez képest egy gyönyörű sikert értünk el, mert végig versenyben volt a Videóton a bajnoki címér, de az azt követő évben már én aztán tovább már nem tudtam vállalni, mert önmagában én nem tudok 4 évig motiválni játékosokat úgy, hogy én vagyok az első helyen, és a 14. helyen van egy másik csapat, és az 20 000 forint a többet keres. Ez borzasztó tisztességtelen volt, és én nem is álltam oda a játékosai mellé ebbe a kérdésbe utána már. Mit követelsz a játékosaitól a pályán és a magánéletben? Én alapvetően abból indulok ki, hogy a játékos az felnőtt, érett, értelmes ember. Mondjuk, ha nem az, én nagyon sokat tudok ebbe segíteni, és azért vagyok edző, de mindenképpen ez a fajta elvárás van az én részemről. Én úgy kezelem, mint egy felnőtt játékost, és mint egy profi játékost, mert ez a szó, azt hiszem, a sportban ez jobban ideillik, az én vonatkozásomban is, és én ebben nagyon pontosan, világosan elmondom az edzés követelményeket, a teljesítmény követelményeket, az adókapokat. Tehát tulajdonképpen tisztában van vele a játékos, hogyha ennyit, akkor annyit kap. Na most ez csak az egyik oldala természetesen, mert egy csapaton belül nagyon különböző korú játékosok vannak, és ezen belül nekem van egy alapelvem, én a meggyőzésnek a híve vagyok, az értelmes meggyőzésnek, és ezen keresztül még plusz az érzelmi ráhatás az egyik, úgy érzem, alapvető és döntő fegyverem. Ez a kettő idáig nekem nagyon szépen kamatozott, ezzel mintegy azt bizonyítva, hogy a magyar játékosok értelmes emberek, akiket lehet nevenni, lehet rájuk hatni. Néha nem lehet elkerülni ennek ellenére, a meggyőzés ellenére sem a büntetést. Én megmondom őszintén, lehet, hogy szerintelenek hangzik, nem szívesen büntetek. Elsősorban azért nem büntetek szívesen, mert akkor lehet, hogy én valamit rosszul csináltam. Nem értettük meg egymást, és én mindig először ezt keresem meg, hogy talán én valamit elrontottam. Kint voltunk, mikor ide kerültem Győrbe, Ausztriába egy ilyen kis hírverő mérkőzésen, és hát ugye az első alkalomkor hát volt egy nagy vacsora, és hát nagyon jó volt a hangulat természetesen, a Samli zene, minden, lányok, nagyon jól éreztük magunkat, és hát én fölmentem a szobámba, mert valamit gyanítottam majd, mert én egy pohár sört engedélyeztem a játékosoknak, és akkor úgy visszamentem fél tisztájba, és akkor ott látom ott a poharak, meg a korsók, ott egymás egyik hátán vannak. Akkor szóltam a Gyurónak, hogy hát küldje fel a játékosokat a szobájukba és aludjanak. Hát jöttünk haza, és akkor hát ugye az idősebb játékosok, a magyar lajosok már valamit éreztek, hogy itt valami nem stimmel, és akkor hát megbeszéltük azt a hétfői napon, hogy a 18 pohár sör mellett volt még másik 18 pohár, és ez A 1000 forintba kerül a játékosoknak, hogyha 18 000 forintot betettek. Aztán azt követően ilyen kérdésekkel nem kellett többet foglalkozni. Úgyhogy nagyon hatásos volt. Te azok közül, az edzők közé tartozol, akik tulajdonképpen rezzenéstelen arccal ülnek a kispadon. Igen, hát én borzasztó hamar rájöttem erre a dologra, hogy ha az embert ugye elragadja a hív és elkezd szurkolni, akkor aztán a mérkőzésben nem lát semmit, ami az ő számára szakmailag fontos lehet. Itt elsőbben a döntésekre gondolok, az aktuális döntésekre. Ugye szerintelenség nélkül lehet azt mondani, hogy Győrnek a játéka az nagyon sok a jelzőt kapott, hogy olyan, mint egy fajta jól működő, olajozott gépezet. Na most én pontosan ezt a gépezetet figyelem a mérkőzésen, tehát nem azt, hogy a játékos oxival vesz ját, és utána úgy vágja be a hálóba labdát, és azért tapsolni kell, én abból borzasztó keveset látok, hanem az egészet próbálom vizsgálni. Tehát azt, hogy a szerkezetben van-e probléma, kell-e belenyúlni, kell-e beleavatkozni, akár cserével, akár más módon, vagy egyáltalán taktikailag lehet, hogy az, amit elképzeltünk, azt módosítani kell, csak általában akkor szólok bele a játékba, és ezt figyelem egész heti mérkőzés alatt, a 90 percig. Amikor lefújja a bíró, akkor engedje el magát, akkor álljon föl, és akkor örüljön, vagy sírjon. Persze, erre nagyon könnyen azt mondják, hogy te igazán szépen ülsz a kispadon és fegyelmezetten, de könnyű dolgod van, mert a Győr mindig nyert. Nem, én azt hiszem, hogy nem. Én a Videótonnál is, ha jól emlékszem, nagyon szépen tudok ülni, és általában zavar is, ha mellettem hangoskodnak, és időnként elő is fordul, hogy rászólok a kispadra, hogy maradjanak már csöndbe. Én azt hiszem, életemben talán 2 vagy 3 álltam föl kispadról. És a cigaretta? Az megy.
amikor beleavatkozol egy mérkőzésbe cserékkel, vagy taktikai utasítások módosításával, mennyire ösztönös ez, vagy mennyire tudatos? Tehát te magadat is mennyire tartod ösztönös edzőnek, vagy tudatos edzőnek? Na most nagyon érdekes a kérdésed, mert szóval valahol a ráérzésnek biztos, hogy szerepe van, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem éreztem rá egy-két dologra. Akár cserében, akár egy taktikában. De én azt hiszem, inkább itt főleg ugye a csere az érdekes, itt teljes mértékben a tudatosságnak kell dominálni. Na most az, hogy melyik játékost küldöm be, aki esetleg két ugyanolyan képességű játékos a cserepadon, és az bejön, ugye ez már tényleg egy szerencse kérdése, vagy esetleg egy ráérzés kérdése. De én úgy érzem, hogy ez egy borzasztó fontos dolog, amit te mondtál, az edzőnek a kvalitását jelzi. Én egy szerencsés ember vagyok, mert ha én, mit tudom, én 5 év alatt cseréltem mondjuk 100-szor, akkor 90-szer jól jött be. És az elsőben nem azért van, mert ráéreztem, én gondolom, hanem inkább a tudatosság. Beleszól valaki esetleg a kispadon melletted, vagy elfogadod valakinek a véleményét, ha javasol valamit? Hát a Györfinek kötelessége nekem mindenre felhívni a figyelmemet, amit én esetleg nem látok, vagy látok, neki kötelessége, és hát elég gyakran én ezeket akceptálom. Szóval az igazság, hogy ha tökéletesen be tudok állítódni, akkor még azt is tudom, hogy a játékosban mennyi energia van még, mert figyelem. Nagyon és egyáltalán az életben mennyire fogadod el mások véleményét? Én általában nem a mások véleményét, én az érveket elfogadom. Szóval meg lehet győzni? Hát miért ne lehetne meggyőzni? De csak érvekkel. Tehát ilyen hatalmi szóval meg azzal nem hiszem. Itt kezdünk el letámadni ebbe a vonalban. A Judik ebbe a mélységbe van, itt van az a másik kettő, és itt kezditek el, Peti. Gyula. Tehát nem itt, hanem itt. Ugye? Na most az öt, ugye majdra ki fogok térni, csak már elmondom eleve, hogy idáig engedjük ezt a fajta kombinációt, hogy pontosan a nyitásokból mozduljanak meg, jöjjön ki a kardos, stb. Helyezkedjenek le, és itt meg kell szerezni a labdát. Mondd, a játékosokkal milyen a viszonyod? Mennyire tekinted őket társnak? Vagy csak végrehajtónak tekinted őket? Hát most ilyen rossz szókat nem akarok mondani, hogy ilyen munkatársi kapcsolat, meg ilyenek, mert az az igazság, hogy szóval én vezetem a csapatot. Na most én úgy vezetem a csapatot, hogy, és ez megint az aktualitások, hogy a pillanat hatása, hogy ha kell, autokratikusan cselekszem és döntök, tehát borzasztó keményen, és nem kérdezek meg senkit, és valami nagyon sok olyan kérdés van, amit együtt beszélünk meg. De hát végül is azért oda el kell jutni, hogy amit mondtam is, hogy meggyőződés, illetve meggyőzés az eszközöm, hogy jusson el oda a csapat, a játékosok, hogy értelemszerűen fogják fel, hogy az, amit akarok, az a jó, és azt fogadják el, és utána a belső meggyőződésből csinálják. Hát ez a legnehezebb, ez most nagyon szépen hangzott, de azt hiszem ez a módszer ide hat, ide vezet. Tegeződsz a játékosokkal? 3-4 idősebb játékosokkal tegeződöm. A videótomból is azt hiszem ez volt az arány. Miért tulajdonítasz ennek jelentőséget, hogy tegeződsz vagy magázolsz valakivel? Túl közel kerülnek hozzád, vagy elszemtelenednek? Nem, én abszolút nem félek, és nem az edzői tekintélyből bagázódom játékosokkal, vagy tegeződöm. Egyáltalán úgy érzem, hogy egy bizonyos nexus alakult ki, ami egy közelebbi emberi kapcsolatnak a kifejezés formája lehet ez a tegeződés. A másik meg az az igazság, hogy általában úgy indulok ki, hogy minden játékos tegezek, mert így könnyebb dolgozni. Így könnyebb dolgozni, ők természetesen nem tegeznek vissza magának, és hogyha én elérkezek oda, hogy valamit tudtam produkálni, és ebből a játékos is, a csapat is tudott valamit profitálni, akkor hát megkérem, hogy tisztelje meg azzal, hogy tegezzen vissza. Te bevezettél egy új szokást Magyarországon. Nevezetesen nem a szokásos szabványnyilatkozatokat adtad a mérkőzések után, hanem elég borsosan oda mondogattál időnként. Ezért nagyon sokan haragszanak rád. Tudod-e ezt, és mennyire tudatos volt, hogy úgy oda mondogattál, és nyíltan, keményen vállaltad a véleményedet? Én nem spekulálok. Hát nem tudom, miért kellene nekem spekulálni, vagy egyetlen edzőknek miért kell spekulálni, azt ők tudják, én nem. Én nem spekulálok, és mindenért vállalom is a felelősséget, amit én kijelentek. Itt csak egyetlen probléma van, hogy én mondhatok bármit, annak semmi súlya nincs sehol.
Tehát ott, ahol kellene annak valahol lecsapolni, megvizsgálni azt a dolgot, amit az ember mond, az edző mond, hát annak csak azt hiszem a közvéleményben van hatása, ahogy én eddig tapasztaltam. Érezted azt néha, hogy megbántottál embereket? Mondjuk akaratodon kívül is azzal, hogy keményebben nyilatkoztál. Én úgy érzem, hogy személyben talán senkit nem bántottam meg. Talán a legutolsó nyilatkozatom volt a győri játékvezetővel kapcsolatban a budapesti Honvéd elleni működésével, amikor azt mondtam, hogy szégyellem, hogy a játékvezetőknek, nem a játékvezetőknek, hanem az ő edzője voltam. Valóban, az utóbbi időben sokat kritizálod a bírókat. Miért? Tulajdonképpen volt nekünk most a második bajnokságunk során 15 olyan mérkőzésünk, és ezt a teljes szakmai tudásommal mondom, amikor azt nem lehet azt mondani, hogy elfogult a Győrrel szemben. És hogyha nem akarok itt cifrázni, akkor egyértelmű tendenciát kell, hogy kimondjak a játékvezetésben Rabaeto ellenében a második bajnokságban. Mi lehet ennek az oka? Én nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka, hogy ezt miért csinálják. Én valószínűleg tartom, hogy nem ők a hibások ebbe a dologba. Mert például ugyanez a győri Debrecenbe vezetett nekünk egy mérkőzést, ahol 3-0 simán kikaptunk, és azt nyilatkoztam utána, hogy ilyen korrekt játékvezetést kívánok minden idegenben játszó csapatnak. Én nem tartom valószínűleg, hogy a győri egy év alatt ennyit tudjon tévedni, és ennyit essen vissza a formájában. Mennyire szereted a sikert? Én a győzelmet szeretem. Hát ez biztos, hogy valahol párosul a sikerrel. Én tulajdonképpen nem is nagyon élvezem a sikert, meg nem is tudom élvezni, az az igazság. Szóval valahol ez a pálya, ez az edzői munka, ez annyira egész embert kíván, hogy nekem semmire nincs időm. Ez azt jelenti, hogy a focin kívül nincs is hobbid, vagy valami kezdelésed? Nincs. Ez a hobbi is. De most a sikerrel kapcsolatban hát nagyon érdekes tanulmányokat tudnék írni a pszichológiai szempontból, mert ugye, amikor itt elkezdtük mi a munkát, akkor elég mélyen volt a Rabaeto és valamennyi játékos, és egy fantasztikus nagy futás után természetesen nagyon sok sztár nevelődött itt ki, és a következő évben ennek hát sajnos nem mindig pozitív oldala jelentkezett, és ezt hát helyre kellett tenni. Hát nekem az edzői munkában ez egy új dolog volt. Ugye, hogy egy sztárjátékost is helyre kell tudni tenni, és hát 3-4 játékos nagyon keményen, és nagyon, de úgy kellett helyre tenni, hogy az értékei megmaradjanak, megmaradjon az önbizalma, és jöjjön arra rá, hogy újra vissza kell térni ahhoz az alaphelyzethez, ami tulajdonképpen lehetővé tette, hogy az legyen, ami. Mondd, családod van? Van. Mennyit vagy velük? Hát ugye most kevesebbet vagyok velük, mert most vidéken vagyok egyszer, hetente egyszer vagy kétszer tudok fölmenni Pestre, és akkor vagyunk együtt. Ez nagyon kevés, nem? Nem érzed hiányát időnként? De. Gyuszi! Gyuszi, te indítod onnan a félpályára. Leadod a Petinek, a Peti hozza befelé a labdát, a Szabó befele elnyit, a Gyula fősprinter, kijátszod oda a félre. Igen, gyere be Szabó, gyere! Egész vidd le, Gyula, egész vidd le! Vidd le egész! Oda! Érkezz oda! Jó! Mondd, elképzelhető-e az, hogy ez a fiatal edzői garnitúra valamit tud a magyar foci helyzetén mozdítani? Hát nekem meggyőződésem, hogy a fiatal edzők, vagy általában a mostani garnitúra az szakmailag egy kicsikét most már jobb munkát végez, mint volt korábban. Na most azonban ebben a kérdésben egy nagyobb dolog rejlik. Tehát önmagában abban a munkában, abban a kérdéscsoportban, hogy hogyan lehet jobbá tenni a magyar labdarúgást, az edzők egy kérdés. Most én ebből a szempontból én úgy ítélem meg, hogy azért egy pár fiatal edző most már bizonyított, és felhívta magára a figyelmet, és ez biztos, hogy a magyar bajnokság színvonalában jelentkezik. Mi lehet még, ami befolyásolja ezek szerint a többi pont? Hát nagyon sok alapvető probléma van itt. Ugye a szervezeti kérdések, státuszok, átigazolások, a bajnoki rendszer, hát ezek mind olyan kérdések, ami megítésem szerint nincs megoldva. Ezek elavultak a mai követelményekhez képest? Most nagyon jó a kérdés, mert én úgy érzem, hogy talán egyik elindítója voltam ennek a differenciált prémiumnak, a teljesítmények utáni dotálásnak, és így tovább. Na most ezt én a gyakorlatban meg tudtam valósítani Győrben. Nem könnyű dolog ez megvalósítani, mert vannak szabályok.
Na most én a napokban láttam egy televízió adást, amiben volt három igazgató, akit megkérdeztek általában a szabályokról, mennyiben segítik a munkájukat, és hát egyáltalán, ha a szabályok szerint dolgoznának, akkor hogy néz neki a gyárnak a teljesítménye, vagy magában a gyár, és akkor mind a három egymástól teljesen független azt mondta, hogy ha a szabályok szerint dolgoznának, akkor egy év múlva be kellene csukni a gyárat. Mi az, amit mint edző még el szeretnél érni? Hát nagyon sok mindent szeretnék még elérni. Hát én úgy érzem, hogy ezen az edzői pályán el lehet érni címeket, meg nagyon sok mindent, de szóval itt van egy ilyen napi feladat. Itt tulajdonképpen ez a pálya egy olyan pálya, hogy például most elkerülök egy másik csapathoz, az teljesen más feladatom lesz. Ugye, mint tudom én esetleg a bajnokcsapatok Európa kupájában, tehát valami más feladat. Mindig meg kell oldani a feladatot. Érdekel a feladat, tehát a feladat izgat, a feladatnak a megoldása. Most ezen belül, hogy mit lehet elérni, az már ő magából adódik. Gyere! Ne lépj rá, menj, határozzal meg ügyünkbe. Kapszorod be fogod vinni rá, ugyanaz a gyulán. És ott legyél nyugodt. Ott abban a végjáték. Ott abban a végjáték. És akkor megint én leszem beadás, köszönöm, meg lehet ott azt. Figyelj, mi a jó. Én ezt egy mondatom van, illetve kettő, vagy két szó. Türelem, mert meg kell nyerni a mérkőzést, de nem az a türelem, kérem szépen, ami egy lassú játékot eredményez, Peti, hanem a helyzetek kihasználásában ez jelentse azt a pluszt, hogy ott nyugodt vagyok, nem sietek, és be tudom rúgni, kérem szépen. Meg kell nyerni a mérkőzést, minden ára meg kell nyerni. Lehet menni a színpadra. Nagyon Gyertek, Zoli, ti is melegítsetek be. Várj is. Megy.